Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az M-Store csatornán, az én nevem Zsolt. Azért gyűltünk most mi össze, hogy megnézzük a Xiaomi Mystery Boxot. Ugye ilyet már láthatatok tavaly, akkor kicsomagoltunk egy ilyen dobozt, aminek a különlegessége nem volt más, mint a Redmi Note 10 Pro-nak az egyedi kiadása, méghozzá narancsárga árnyalatú hátlap. Tényleg mennyi fik, nagyon jól nézett ki az a készülék, az egyik személyes kedvencem volt a tavalyi termék palattából. Viszont most is érkezett egy Mystery Box, amiben rengeteg minden leledzik, de amire mi koncentrálunk leginkább az a Redmi Note 11-nek tényleg az egyedi Spring Week kiadása aminek a doboza már itt is található. Hát nyilván specifikációk terén nem tér el az eddig látott Redmi Note 11-től, ami egyébként egy 9 Mhz-es AMOLED kijelzővel, Snapdragon 680-as lapkával és egész gyorsan töltető 5000 mah akkumulátorral látott készülék, ami rendkívül jó választás egyébként a középkategóriában. Ez az új kiadás viszont más festésű hátlapot kapott, ami szerintem a legszebb így most az eddigiek közül, tehát lássuk, hogy mégis hogy néz ki a Redmi Note 11-nek a különleges salmis kiadása. Jó, nyilván tudom, hogy ilyenkor nézőnként megeszi a fene az embert, hogy vajon mi található még ebben a dobozban, hiszen azt mondtam, hogy sok minden más is van, Megmutatom azért nektek mindenképpen. Van egy Xiaomi Buds 3T Pro, egy felső kategóriás fülhallgató, van egy kicsit kedvező, bár de ugyanúgy aktív zajszűrése képes Xiaomi Buds 3 füles, ezen kívül egy Redmi Watch 2 Lite okosóra, egy Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker, vagyis egy hordozható hangszóró, és még végül, de nem utolsó sorban, egy Mi kamera 2K Magnetic Mount, vagyis egy biztonsági kamera. Szóval lényegében ennyi minden van egy ilyen mystery boxban, de lássuk inkább, hogy milyen a Redmi Note 11. Szóval ilyen a Redmi Note 11 különleges kiadásának a dobozza, ugye ide majd berakom kisképben, hogy egyébként hogy néz ki az eredeti csomagolás, de már egyébként ide készítettem egy Redmi Note 11-et, hogy össze lehessen hasonlítani lényegében, hogy milyen a hátlapja a két telefonnak. Na szóval a doboz az annyira azért nem különleges, de ezek a kis csillagszerű motivumok mutatják, hogy tényleg egy egyedi kiadásról beszélünk, és NFC-s verzió, ugye szerencsére Európában az NFC-s Redmi Note 11 került, szóval a mobil fizetése abszolút alkalmas a készülék, de hát leveszem a fedelét a doboznak, és már is itt van az első ilyen kis papír szelence, amiben nyilván tudjuk, hogy mit fogunk találni, azért nagyjából a ami fanok már felkészültek erre. Van egy szintű néhány használati utasítás, illetve nem maradt el a hátlapot védő tok sem, hogy ne kelljen ilyet sem venni rögtön azután, hogy megvásároltuk a készüléket. Plusz néhány matrica, hogyha valaki azért esetleg kis lurkóval rendelkezik, vagy nagy sami fannak tartja magát, akkor bizony itt vannak ezek a kis matricák, amiket bárhova fölragasztott, akár még a telefon hátlapjára is. És hát itt van a lényeg, a Redmi Note 11-nek a különleges kiadása. Hát már itt a fólián is látható, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Snapdragon 680, ahogy mondtam, 90 Hz-es Full HD plusz felbontású kiezző, 33 wattos törz. 5 és 50 megapixeles, fő, tehát elsődleges kamera. De hát, hát nyilván majd az lesz a lényeg, hogy mégis hogy fest ez a telefon, mert egyszerűen gyönyörűen néz ki, ezek a különleges egyedi kiadások azért mindig megdobogtatják szerintem az embereknek a szívét hát nem lehet, hogy várni kell azért ezekre általában egy éve. De még nézzük meg gyorsan, hogy mi is van a csomagolásnak a legalján, hiszen a Xiaomi azért nem felejti el azokat, akik tényleg szeretnék tölteni is a telefonjukat, mivel van egy USB-C kábel, nyilván ez azért csak normális dolog, de ami sokkal jobb, hogy még ilyen ásában is kapunk adaptert, egy 33 wattos töltőfej az, amit mellé kell a Xiaomi ebben a dobozban, Azért ez is szuper, hogy ezt sem kell külön megvásárolni. Szóval, na de, miután félig eldobtam a telefont, nézzük meg tényleg a telefonnak a hátlapját. Hát egészen fantasztikusan néz ki, és azért ott látszik, hogy ami fan-fesztivál, ugye lényegében egy ilyen kis motivum, ami mutatja, hogy tényleg ez egy egyedi kiadás, szóval ez inkább csak a fanoknak lesz jó, de hát így néz ki a telefon kívülről, Hát a jobb oldalán továbbra is ott van egy bekapcsoló gomba még hozzá újlenyomott valamint egy hangerőszabályozó billentyű, a telefon tetején van egy hangszóró, aminek van a telefon alján egy másik párja, tehát stereo hangzásra képes a telefon, míg az infra sem maradt el, és még a 3,5 mm-es jack csatlakozót is megkapjuk, tehát ha valaki a klasszikus füleseket szereti, akkor bizony örömét leheti ebben a készülékben, és még van itt egy tárc, amire két darab nanoszim és még egy microSD is ráfér, szóval bővíthető is a telefon plusz dual képes, alul pedig ott van a hang hangszorónak a másik fele, illetve egy USB-C csatlakozó, valamint egy beszélgetési mikrofon, tehát így néz ki maga a készülék, amit majd mindjárt be is kapcsolok, de hát ennek a folyamatát most nem fogom fölvenni nektek semmiképpen, mert az jó hosszú lenne. Ja, és hát amit ígértem, szóval ilyen a gyárilag kapható és egyébként forgalomban lévő Redmi Note 11-nek a fekete hátlapja, ilyen pedig ez a kék színű Redmi Note 11, Különleges kiadás, hát szerintem nem kérdés, hogy melyik néz ki jobban, de írjátok meg kommentben, a tévedek. És hát be is töltött a rendszer, a telepítési, illetve beállítási folyamatok nyilván pár percet azért igénybe vesznek, de utána a MIUI 13 operációs rendszer fogad még hozzá Android 11-es alapokon, Jól látszik tehát itt, hogy milyen képességekkel rendelkezik a telefon, 4 GB RAM, illetve jelen esetben 128 GB-os adattároló az, ami rendelkezésére áll a felhasználónak, egyébként pedig Snapdragon 680 processzor hajtja a készüléket. Ez olyan teljesítményű processzor, ami energiatakarékos mellette pedig lényegében minden feladatot képes ellátni, legalábbis egyébként a 90 Hz-es Full HD AMOLED kijelzőt teljesen jól meghajtja, és itt a lényeg, hogy át lehet állítani a frissítési rátát 90 Hz-re, ami egyébként sokkal folyamatosabb felhasználás felhasználó élményt garantál. Tehát tényleg az a durva, hogy ebben a kategóriában is már megkapjuk ezt a lehetőséget. Ha valaki nem akarja a legjobb kamerás képességeket, a legdurvább specifikációkat, akkor már egy ilyen telefon is képes kiszolgálni őt akár évekig is. Ugye 50 megapixeles hátlapi főkamerával rendelkezik a telefon, illetve 5000 mAh az akkumulátor, amit 33 wattal lehet tölteni, az üzemidő pedig hát egy Redmi Note 11-nél nagyjából egy-két nap attól függően, hogy mennyit használjuk a készüléket, de hát tényleg egy olyan telefon ez, aminek nem csak a hátlap gyönyörű, hanem nem egyébként a teljesítménye is. Lényegében a mindennapokra tökéletesen elegendő, de ami lényeg az tényleg itt pont a kamera képen látható. Szóval, hogy ilyen a Redmi Note 11-nek a fen Festival, vagy Spring Week kiadása. Tehát ez a hátlap nagyon jól fest, mind így beállított fények, mind pedig akár kültéri fények mellett is. Én köszönöm szépen a figyelmet, reméljük, hogy tetszett ez a kis kicsomagoló videó, a Redmi Note 11-nek ez a különleges, egyedi kék hátlapja szerintem nagyon szépen fest, de írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik árnyalat tetszik a legjobban, vagy egyébként a többi modell közül melyik volt, illetve melyik a legjobb színű telefon a piacon. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel a csatornára, ne felejtsetek el követni minket a különböző közösségi oldalainkon is, plusz a samilife.blog blogodat is olvassátok. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!